szeretik tiszta braszpálinkkal, sörszeretikkel, üvegből. Ezt mondják Szabadkán az egyik kocsma vendégei. Ők néha munka után betérnek egy sörre a környékbeli ivóba. Ez azonban még nem ártalmas, mondják a betérő férfiak. A gond akkor kezdődik, ha napi szinten és nagy mennyiségben fogyasztanak szeszes italt. Ez történt Laci esetében is. Ő ugyanis alkoholista és gyógyszerfüggő. Ezt vallja magáról. 17 évesen kezdett el inni, a helyzet pedig csak romlott. Az italról akkor sem tudott lemondani, amikor megszületett a két lánya. Idővel családját is elveszítette a függősége miatt. Nagyon sokat bíztam az orvosokban, hogy majd ők segítenek. Hát sajnos, ahogy kiengedtek a kórházba, annyit mondtak, hogy ne igyak. Hát mondom, oké, hát ez igen egyszerű volna, akkor én ezt tudnám csinálni, csak hát mondják meg, hogy ezt hogy kell csinálni, mert én, mint piás, én nem tudom elképzelni az életemet csak úgy, hogy iszok. Törekedtem én, mert éreztem, hogy nem jó, romlik az egészségi állapotom, körülöttem a kapcsolatok, megromlanak. Lacinak a szegedi anonim alkoholisták csoportja segített. 8 éve nem fogyasztott sem szeszes italt, sem gyógyszert. Azóta már családi élete is rendeződött. Szabadkán egyre intenzívebb az alkoholfogyasztás a fiatalok körében. Itt van körülöttünk az alkohol, itt van a kábítószer, és jó lenne minél hatékonyabb eszköztárral rendelkezni ahhoz, hogy egyrészt a megelőzést segítsük, másrészt a kezelést segítsük. Ami az alkoholfogyasztási szokásait a fiataloknak illeti, ez bizony közelít a 80%-hoz egyfajta rendszeres hétvégi bulizásnak a természetes része. A szabadkai Expecto mentálhigiéni alapítvány célja, hogy a jövőben Szabadkán is elindítsák az anonim alkoholisták klubját.